Tisztelt látogatóim, nézőim, hallgatóim és kedves barátaim, mint bizonyára már önök is hallották, a zsidóságra jellemző, a kiemelkedően magas intelligencia kóciens, genetikailag kódoltan magas IQ, és ehhez tartozóan természetesen a kiemelkedően magas szintű gondolkodás. Na most, ezen magas intelligencia kóciens, tehát átlagot messze meghaladó intelligencia kóciens, és az ebből fakadó magasrendű és magas szintű gondolkodás egy tipikus példáját szeretném most önöknek bemutatni. Dr. Gál Péter, ugye jelen pillanatban inaktív ügyvéd egy gondolata révén. Kérem szépen, én nem is szaporítanám a szót, hiszen önmagáért beszél ez az igen magas intelligencia kóciensre utaló, és minden tekintetben kiemelkedő gondolat. Kérem szépen, a bíróság felhívást intézett dr. Gál Péterhez, és Gál Péter erre a felhívásra válaszolt. Kérem, mutatom is önöknek, kifényképeztem ezt a részletet, gyönyörű, szép, kacifántos betűkkel, a következő áll benne. A tisztelt törvényszék közlése szerint a csatolt CD-n a fájlokat megnyitni nem lehetséges. Ennek az oka az, hogy a felperes szinte valamennyi fájlt eltávolította az internetről. Barátaim, szerintem ez nem szükséges hozzáfűzni semmit. De azért, hogy teljes legyen a kép, még azt megteszem, hogy úgy, ahogy van az egész beadványt, ez egy 22 oldalas, rendkívül magas szintű gondolkodásra utaló beadvány, tehát ezt az egész beadványt úgy, ahogy van, a kis videó alatt linken elérhetővé teszem önöknek. Annyi talán érdekes benne, mert meg fogják figyelni, hogy a bíróság több esetben jelezte dr. Gál Péter felé, hogy a periratok között sehol nem találja azokat a CD-ket, illetve azokat a beadványokat, amelyekre dr. Gál Péter rendszeresen hivatkozik. Erre szintén rendkívül magas szintű gondolkodással a dr. Gál Péter igen egyszerű magyarázatot ad, ezt majd, hogyha végigolvassák, akkor látni fogják. Történetesen azt, hogy a bíróság nyilvánvalóan eltüntette az ő egyes beadványait, illetve az általa ugye produkált, becsatolt CD-ket. Azaz nem kevesebbet állít, mint hogy hivatalos peranyagot a fővárosi törvényszék egyes bírói eltüntetnek, ami ugye bűncselekmény. Ez még annyit tennék hozzá, hogy ugye az állításainak összefüggéseiből lehet tudni, hát most így önöknek abból nem, amit leír, de igen, amit most elmondok, hogy amennyiben ez így történt, tehát amennyiben valóban eltüntették az ő egyes iratait és az egyes beadványait, csatolmányait, CD-ket, egyebeket, abban az esetben ez gyakorlatilag két helyen tehették meg. Az egyik a fővárosi törvényszék 65P tanácsa, azaz dr. Bérces Renáta, a másik pedig a fővárosi ítélőtábla 1PF tanácsa, azaz konkrétan Fermanné dr. Polák Zita és csapata. Na most, hogy ez a két társulat mi mindent tett Gál Péter ügyében, ezt szerintem önök már nagyjából tudják. Na most az, hogy ezek után Gál Péter ugye gyanúba keveri őket, illetve megemlíti, hogy eltüntették az ő iratait és beadványait. Tehát az ő kárára követtek el bűncselekményt. Tehát nem az ő javára követtek el mondjuk bűncselekményt azzal, hogy jegyzőkönyvet hamisítottak, lásd Bérces Renáta. Vagy uram, bocsá, azzal, hogy Gál Péter két órával a jogerős ítélet megszületése előtt már kitette annak a tartalmát. Ugye az egy PF tanács ugye 2017. június 13-ai döntéséről beszélek. Nem. Hanem ezek a tanácsok tulajdonképpen Gál Péterrel nyilván szembefordultak. Csúnya antiszemita gonosz tanácsokról van szó, akik direkt szándékkal eltüntették az ő beadványait, meg az ő CD-it, csatolmányait. Hát tisztelt barátaim, érdekes gondolat az, hogy vajon megengedhető-e az egy ügyvédnek. Még akkor is, ha már nem praktizál, tehát hogyha ugye inaktív jelenleg, de tudják róla, hogy ügyvéd. Tehát megengedhető-e az egy kamarai ügyvédnek, hogy ilyen kijelentéseket tegyen egy bíróság
bírósággal szemben egy hivatalos bírósági eljárásban. Mert hogy ugye a kamarai szabályzat szerint az ügyvéd köteles tiszteletben tartani a hatóságokat, illetve az eljárások méltóságát. Na, érdekes gondolat ez, mert legalábbis amit korábban művelt dr. Gál Péter, konkrétan dr. Sök Beatrix bírónővel, hát annak úgy tűnik, hogy lehet, hogy lesznek következményei. Mert ugyan a kijelölés folytán eljáró ugye a területi kamara igyekezett volna ezt elmismásolni, azonban dr. Szabó Kálmán, az országos vezető fegyelmi főbiztos bizony fegyelmi eljárás lefolytatására utasította a területi kamarát, mondván, hogy itt komoly fegyelmi vétségre utaló magatartásokról van szó. Semmi más nem tett, mint elolvasta azt a beadványt, amit dr. Gál Péter ott is a bíróságra beadott, és amiben teljesen egyértelműen közokirat hamisítással vádolta ugye dr. Sök Beatrix bírónőt, mégpedig egy hamis bizonyítási eszköz, egy héttel később készült, vagy általa készített fénykép alapján, amit úgy próbált beállítani, hogy aznap készítette, amikor ugye ő ott volt a tárgyaláson, csak nem volt tárgyalás. Miközben tárgyalás az volt, és ő nem volt ott. Hát kérem szépen, mondom, ezt először megpróbálták elmismásolni, de mondom, hát ezt már nem nyelte le az országos vezető fegyelmi főbiztos. Hát érdekes kérdés, hogy majd azt lenyeli le, ami ebben a beadványban van, és amit önök elolvasnak, és utána értékelik saját szempontjaik szerint. Majd eldöntik, hogy ez most zseniális, tisztelettudó, vagy esetleg talán a zsenialitást valamivel kevésbé mondhatja magáénak, vagy sajátjának, a tisztelettudás meg talán még annyira sem. No, tisztelt barátaim, azért még egyszer mondom, hogy térjünk vissza a slusszpoénra, aminek apropójából ezt a kis videót megjelenítettem. Tehát Gál Péter fantasztikus, kiemelkedően genetikailag kodoltan magas IQ-ra utaló kijelentését, miszerint az, hogy az általa a bíróságra csatolt CD-ken lévő fájlokat nem lehet megnyitni, az azzal magyarázható, hogy a felperes szinte valamennyi fájt az én, tehát valamennyi fájt az internetről időközben eltávolítottam. Tisztelt barátaim, ehhez nincs mit hozzáfűzni. Köszönöm, hogy meghallgattak.